Ahogy arról már szó volt korábban, az ember nem győzi kapkodni a fejét. Úgy pörögnek az események világszerte, ez éppen Amerikából, ugye Huntington Beach, ahol Donald Trump mellett tüntettek az emberek, és természetesen azzal, akik ellenezték, különböző problémák akadtak, és összecsapásokra került sor a két tábor között. Mintegy 40 darab hasonló rendezvényt tartottak országszerte Amerikában, és az elnök támogatását fejezte ki, és megköszönte azt, hogy így módon kiállnak mellette a hívei. Természetesen ezeknek az embereknek, legalábbis a nagy részének fogalma sincs arról, hogy ez az egész pontosan így van tervezve és szervezve, és a célja az, ami minden egyes tüntetésnek, megosztani a társadalmat, és félelmet és bizonytalanságot kelteni, valamint erőszakot provokálni, és ezáltal ugye a következménye az, hogy biztonsági intézkedéseket szigorítani kell. Rendkívül sajnálatos és szomorú, hogy az emberek nagy része még mindig kapható ezekre a dolgokra, és megjelenik. A későbbiekben látni fogjátok, hogy ez nem csak Amerikában van így, hanem a világ minden országában. Persze erről már korábban is szó volt, de ez egy világméretű jelenség, és nagyszerűen bemutatja azt, hogy a társadalom milyen szinten van programozva, és milyen egyszerű manipulálni az embereket. És ugye arról biztosítják az elnököt, hogy ők mögötte állnak 100%-ig, ők hazafiak, és harcolnak az országért, illetve az elnökért. Sajnálatos, de a legtöbb ember úgy tűnik, hogy nem hajlandó észrevenni azt, ami valójában történik a színpadon. Na mindeközben, ugye Oroszországban is ugyanez történik az utcákon, és ezek után, ha valaki még mindig nem érti, hogy ez így van összeszervezve, így van koordinálva az egész világon mindenhol, és lehetőséget teremt arra a rendőrségnek, hogy felkészüljenek. Őket egyáltalán nem érdekli azokat, akik uralják és irányítják a világot, hogy ezek az emberek mit akarnak, vagy mi történik velük. Az egyetlen lényeg az, hogy így ebben a szituációban egyszerűbb számukra felkészülni és megindokolni azt, hogy miért van szükségük több rendőrre, több kutyára, nagyobb autókra, tankokra az utcán, és mindarra, amik megtalálhatók az utcán. Erre szeretnék mutatni egy példát. Villámgyorsan, és nagyon remélem, hogy mindenkinek világos lesz az, amiről beszélek. Aki azt gondolja, hogy ők arra készülnek fel, hogy megvédjék az ártatlanokat, és rendet teremtsenek az utcán, annak nagyon sürgősen utána kell nézni a dolgoknak, és megérteni azt, hogy ami a híradóban zajlik, az nem más, mint része a propagandának, és abból nem lehet valós képet nyerni a világról. Nehéz megmagyarázni, hogy egy ilyen szerkezetre miért van szükség, de ha meg is lehet, akkor el kell gondolkozni a mindenkinek azon, hogy vajon milyen szituáció alakult ki a világban, hogyha a rendőrségnek így kell megjelennie. Ez természetesen egy mozgatható fal gyakorlatilag, ami kinyitható oldalirányba és függőlegesen is mögötte tud a rendőrség vonulni. Ez a targoncaszerű szerkezet viszi, ezek az elemek ugye kinyílnak, de mindjárt meg fogjuk nézni. Ugye ezzel le tudja zárni az utcát, itt pedig kinyílik egy függőleges torony. Úgyhogy egyszerűen el lehet torlaszolni vele egy egész utcát, úgy, hogy gyakorlatilag áthatolhatatlan, mögötte pedig haladhat a rendőrség. Márha ezt a rendőrségnek lehet nevezni még. Természetesen ők azért vannak itt, hogy szolgáljanak és védjenek mindenkit. És az egyetlen célja az, hogy a rendet fenntartsa és megvédje az állampolgárokat. Ez maga a torony,
és amint látjuk itt, 36 rendőrt képes védeni egyszerre ez az egész fa szerkezet. És azokkal a zavargásokkal, amik történnek az utcán, ezzel gyakorlatilag meg is indokolják ezeknek a dolgoknak a használatát és egyáltalán a létezését. Magas nyomáson tud könnygázt vagy bármiféle egyéb anyagot fecskendezni a tömegre, csak a biztonság kedvéért. Természetesen hangos beszélővel tudja a tömeget és a rendőröket irányítani. És számos kamerával el van látva, amivel az egész eseményt rögzíteni tudja. Illetve hát belülről az eseményeket egyszerűen nyomon lehet követni. Úgyhogy amikor az ember szemléli az eseményeket Amerikában, és utána átugrik Oroszországba, hogy megnézi, hogy ott mi zajlik, és ugyanazt látja, akkor elég egyértelművé kell, hogy váljon, hogy minden oldal együtt játszik. Egy csapatban van, nincsenek oldalak, nincsen ellenállás, és nincsen ellenségeskedés. Egész egyszerűen ez csak a propaganda része és a program része, hogy a tömegeket manipulálni tudják, és meg is teszik. Pont időszerű, hogy Oroszországban az elmúlt évek legnagyobb korrupció ellenes tüntetése tört ki, ahol természetesen kissé más a rendőrség hozzáállása, mint Amerikában. De a felszerelés ugyanaz, hiszen ugyanazoktól a gyártóktól jön, ugyanaz a taktika, hiszen ugyanazoktól az oktatóktól származik. Ez az egész egy nagy csapat, és mindkét oldal, a rendőrség és a tüntetők ugyanúgy meg vannak tévesztve, mint a lakosság 90%-a, hanem több. Országszerte történnek ezek a tüntetések, és ez az a karakter, aki szervezte azt az egészet, ő egy ellenzéki vezető, aki általában az elnököt kritizálja, hogy ő benne van-e vagy sem, ki az, aki benne van, teljesen mindegy. A végeredmény az, ami számít mindig, a végeredmény és a következmények az, ami elárulja, hogy ki található a színfalak mögött, ki az, aki mozgatja a bábokat. Ki az, akinek az érdeke a végén érvényesül, és kinek a malmára hajtják a vizet az események. Hogyha az ember képes visszalépni és megnézni az eseményeket ilyen szemszögből, akkor rájön, hogy minden egyes esemény, ami a világ színpadán történik, az egy irányba mutat. Mindeközben a jelek mindenhol ott vannak az embernek, és már tényleg csak az nem veszi észre, aki nem akarja. Tömegek hozzászoknak a látványhoz, és ahhoz, hogy a hatalommal nem nagyon érdemes kikezdeni, ugyanakkor természetesen lehetőséget teremt azoknak, akik uralják és irányítják a világot, hogy felkészüljenek arra, ami következik. Hiszen a káoszt valahogyan kezelniük kell, és ez pontosan a fő próbája annak, ami következik. Ha átugrunk Jemenbe, ahol több mint 100 000 huti szimpatizáns gyülekezett, és természetesen ez egy elég látványos megmozdulás és jelenség, amit meg fogunk nézni, illetve csak a képeket egy drón segítségével. Nehéz lenne tagadni azt, hogy az emberiség teljes mértékben felfordul, pontosan úgy, ahogy egy mékas, hogyha valaki esetleg megbolygatja, mivel ez történt. A változás túl gyors ahhoz, hogy az emberek felfogják és alkalmazkodjanak hozzá. És bár legtöbben tudják, hogy nagyon fontos időszak küszöbén állunk, mégsem képesek teljesen felfogni a jelentőségét. Legtöbben érzik azt, legtöbben próbálják megtalálni a helyes utat és keresik az igazságot, azonban az igazság el van rejtve a propaganda és a program és a manipuláció mögött és alatt. És ami a színpadon történik, az a legtöbb embert sajnos magával ragadja, és a legtöbb esetben nem is engedi el. Pedig az igazság mindig is ott volt, ott van, és mindig is ott lesz mindenhol,
gyakorlatilag egy karnyújtásnyira mindenkitől. Csak az emberek már annyira megkeményítették a szívüket, hogy nem képesek ezt elfogadni. És próbálnak megmenteni egy olyan világot, amelyik halálos beteg, és gyakorlatilag az utolsókat rúgja. És mindenkit magával fog rántani, aki próbál segíteni rajta. Remélem hasznosnak találtátok a videót, és mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!